padokat adományozott a Büdítók környékének rendbetételéhez a kispesti erőmű. Most 9 darab pad teszi szebbé és otthonosabbá az évek óta szépülő Büdítók környékét. A tavalyi felajánlással együtt már lassan a nyugati tó körül mindenhova le lehet ülni. Az erőmű igazgatója elmondta, szeretné, ha az áramtermelő közvetlen környezete olyan zöld és szép lenne, mint az erőmű belső udvara. Az erőművet innen megnézzük, teljesen más a kép, hogyha egy rendezett környezetről nézünk rá az erőműre, mondjuk, mint egy elhanyagolt. És az is egy nagyon fontos szempont számunkra, hogy sok munkatársunk itt a kerületben él, tehát az sem mindegy, hogy ők a szabadidejüket hol tudják eltölteni, milyen lehetőséget kapnak egy külső környezetben a kikapcsolódásra. A kerületi önkormányzat 2 éve tűzte ki célul, hogy a Büdító felkerüljön a főváros pihenő parkjai közé. Pár hónapja még csak 1 tó volt, most már 2. Ami az idei terv, hogy a második a keleti tó kotrása és környezeti rendbetétele megtörténjen. Ennek már azért látható jelei vannak, mert már a tónak a környezetében a úgynevezett gaz és mindenféle növényírtás megtörtént, ez fog folytatódni, és remélhetőleg a tókotrása is befejeződik idénre. Ez a legnagyobb rész, amit szeretnénk megvalósítani. A kis ünnepség végén az erőmű igazgatója hozzátette, hogy ingyenes lehetőséget tud adni bármely kerületi iskola részére üzemlátogatásra, amihez egy telefonos időpont egyeztetés szükséges. Ezek után a gyerekek testközelből ismerhetik meg az áramtermelés legfontosabb állomásait.